Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor fülügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi minisztert. Rendhagyó módon került megrendezésre Karcag hatalmas évet bejárt fesztiválja, a Birkafőző Fesztivál. Önök itt a Téglás kettes kertben, baráti körben főznek birkát. Néhány mondatot mondjon az előkészületekről, és arról, hogy az átalakuló világban miért fontos ezeknek a hagyományoknak a megtartása, megőrzése. Bármilyen irányba is fejlődik a világ, azért a magyar emberek szeretik a hagyományos ízeket, a finom falatokat, és látszik, hogy most is, amikor nem lehet nagy rendezvényt létrehozni, a karcagi birkafőzőversenynek a résztvevői otthon, családi, baráti körben főznek, és ezt tesszük mi is, feleségemmel, barátainkkal vagyunk itt a kertben, és már lassanként elkészül a birkapörkölt is teljesen hagyományos karcagi módon. És ezeknek az ételnek megvan a helyük ma is, hiszen vannak ünnepek, vannak összejövetelek, és miért ne finom falatokat fogyasszunk, miért ne tegyük emlékezetes, akár hungarikum szilvapálinkával, vagy eredetvédett szilva, illetve birsalmapálinkával itt Karcagon, és a birkapörkölt, a Ferdinánd, az szintén része ezeknek a programoknak, de igazából ez csak a gyűjtőpont, hiszen a legfontosabb az, hogy a családok, a barátok együtt legyenek ilyen alkalommal, és gyűjtjük az előtt természetesen a jövő évi birkafőző fesztiválra, nem szabad kiesni a gyakorlatból, ezért is kell egy kicsit főzni ilyenkor. Miniszter úr, hogyan emlékszik vissza az első birkafőző fesztiválra? Hát akkor még nem fesztivál volt, birkafőző verseny volt, és bőven elfértünk ott a múzeumparknak talán a negyedén. Én nem is emlékszem, olyan 20-30 főző volt talán, és nagy volt az érdeklődés. Meglepően nagy volt az érdeklődés, és aztán ez adott erőt a karcagi birkafőzőknek, a szervezőknek, hogy egyre nagyobb és nagyobb rendezvényre kerüljön sor, amely ma már olyan szinten nőtte ki magát, hogy Magyarország egyik legjelentősebb, leglátogatottabb gasztrokulturális programja, és olyan népművészek jelennek meg, olyan előadó művészek teszik emlékezetesebb az alkalmat, aki nem tényleg mindig örömmel gondol vissza valamennyi résztvevő. És én annak örülök, hogy míg az elején az idősebb és a középkorosztály dominált, most egyre több fiatal kezd főzni. A mostani alkalommal is például a nagyobbik fiam a jegyesével éppen birkát főz itt a karcagi határnak a túlsó végén a sebeséri területen egy tanyán. Tehát zajlik ez a program, és ez mutatja azt, hogy a régi kezdeményezés az egy helyes dolog volt, és mindig van újabb lendület. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!